Ha egy táblázatot kinyomtatunk, akkor sokszor lehet szükség fejléc, illetve lábléc készítésére. Ezek a papír felső, illetve alsó margóján helyezkednek el. Szerepelhet itt tetszőleges felirat, dátum vagy akár oldalszám is. Az itt látható táblázatnak készítünk fejlécet, ami a készítő nevét és a mindenkor aktuális dátumot fogja tartalmazni, a láblécbe pedig oldalszámozást állítunk be. Kezdjünk is neki! Első lépésben tegyük láthatóvá az élő fej és az élő láb területét, vagyis váltsunk át laperrendezés nézetbe. Itt már csak annyi a dolgunk, hogy a megfelelő helyekre kattintunk, és begépeljük, illetve beszúrjuk a szükséges adatokat. Jöjjön a készítő neve a fejléc bal oldalára. Jobb oldalra szúrjuk be a dátumot. Ehhez használjuk a menüszalagon újonnan megjelent lap aktuális dátum gombját. Folytassuk a lábléccel. Lépjünk az élő láb középső részére és kapcsoljuk be az oldalszámozást. Ha készen vagyunk, kattintsunk vissza a táblázat bármely pontjára, majd váltsunk át normál nézetbe. Ellenőrzésképpen nézzük meg a táblázat nyomtatási képét. A nyomtatási kép nagyításához használjuk a jobb alsó sarokban található kis gombot.